Na sziasztok! Haladjunk tovább ezzel a Fincsi családdal. Ott hagytuk abba, hogy kimásztunk a párkányra, a cicához. De most én megnézem, hogy visszafele lehet-e menni, mert ugye vissza akartam menni. De ezek szerint nem lehet. Jól van. Nem enged ki, de itt van valami, amit megnézhetünk. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Király. Mi volt ennek? Milyen állat az? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Nem tudom leírni, de olyan, mintha Molly még itt lenne. De már nincs. Na, akkor menjünk kifele. Hőrcsege volt. Eszembe jutott, látod? És ott a fiókban volt a hőrcsögnek is egy szobája. Hőrcsöket vetszel. This will be obvious later, but my mom never told. Igen, ezt már olvastam a végén. Anyukám nem mesélte volna el ezeket a sztorikat. Így nagymama elmondta volna, de nem engedte neki, anya. Adottátok egy cicát. És őt is Molly-nak hívták. Minimum. Nem lehet leesni, ugye? Jó. Itt megyünk befele, jó? I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Jó, igen. Edie nagymama szobájában sok időt töltöttünk. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis egy héttel azután halt meg, miután elmentünk. Ez ki a Louis? Nagy festett a dolgokat. A room is like a museum. Szobája olyan volt, mint egy múzeum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. Jó, a Finchék 500 éven keresztül híresek voltak. Mi ez? Odin. 80-tól 30-t. De most ez itt micsoda? Igen, 500 éven keresztül a Finchék híresek voltak Norvégiában. Szerencséjük miatt, hogy... Ez ennyi, gondolom. Hello, Odin. Nem érem fel odáig. Itt van. 90. születésnap. Édi. Mami. Annyi gondolom, ez az anyánk. Ez pedig mi vagyunk. Sárkány megöli a Finchet. Szóval az, amit kint láttunk, az is valami gyilkos tárgy volt? Faszom. Sven tölte meg? Sven. Nem tudom, hogy a lehullott fa levelek mit jelentenek, viszont az a baj. Majd kiderül. Sven Finch építette 1937-ben ezt a szobát, vagy ezt a házat? One summer, they evacuated the island.
Egy nyáron evakuálták a szigetet, de Edie nem akart menni. Hetekig híresség volt. Tűz volt az erdőben, evakuálni kellett, ő nem ment el sehova. Jó. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Micsoda? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. A ház alatt élt állítólag egy... Mi ez? Potkány ember? Vagy mit mond ez? Mole man. Vakond ember. Jézusom, mi ez a játék? Itt a cápa. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Hát igen. A 90-es éveiben is sokkal fiatalabbnak nézett ki néha. A nagymama, mint az anya. Azt a micsoda fürdőszoba. Ilyen kell nekem is jól a színbe látni a világot. Béka. Miért van egy cég a kádban? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. A nagypapa legfontosabbnak tartotta, hogy legyen egy rózsaszín fürdőszoba. Jól van. És most mi van? Ennyi. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ja. Amikor Edie azt mesélte, hogy Sven egy sárkány ölte meg, de azt nem mondta, hogy milyen sárkány, tehát hogy ilyen építkezési sárkány. Durva vagy. És most merre kéne mennünk? Abba kéne belenéznünk, az nem akar valamit. Csak nem értem, hogy mit kell csinálni. Odin Finch plays the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Odin Finch eltemeti a újabb áldozatokat a családból, a feleségét Ingeborgot és a fiát Johnát. Az újonnan született fiát Johnát. Tehát Ingeborg az... Aha, Odin meg Edie az testvérek. Ingeborg akkor az a Odin felesége, Sven pedig az Edie felesége. Na, csak összejön. On January 7th, 1937, he set sail with his family. And his house, hoping to leave the curse behind. El akartak hajózni a házzal együtt, hát ha az átkot hátra hagyják. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Jó, de a tenger mélyre küldte egy vihar őket a házzal Odin's együtt. Daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. És Orca szigeten, akik túl Odin, lánya Edie. Ja, tehát Odin és Edie, nem tesók, hanem Odinnak a lánya is Edie. Jól van. Sven ugye a férj. És Baby Molly, igen, akit tudjunk, hogy halt meg. Igen. Ezen a szigeten kezdtek el új Odin házat építeni. To be buried in the new family cemetery. És az új családi temetőben Odin Finchet temették el. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Igen, Edie egy új Finch house-ról álmodott, és ugye Sven már elkezdte építeni. Jó, értem. Szóval, megtudtuk... Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Hogy Odin papa már bajba volt. Fasza. Ő úgy halt meg, oké. Okay. Hát most tudjuk meg,
Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Mindig új kesztyűket volt nekem, Edie. Okay. Van egy titok ebben a fürdőszobában. Sven és Edie Finch. Hadném. There's a secret in this bathroom. Van egy titok ebben a szobában. It's in the last place you would look. Itt néznéd utoljára. Jó. It isn't in the cupboard. Mi van? Mi van? Én mozgatom, az oké. Okay. It's hidden in this book. Dika, dúlta. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven adott Samnek egy régi kamerát. És azt sose tette le. Aha. Kinek? Samnek? Most olvastam, de mindegy is. Milton. Na, egy újabb szoba. Kelvin. Kelvin. Kelvin szobája. Szóval Edie-nek volt 1, 2, 3, 4 gyereke, Odinnak meg a Walter. Nem? Nem, ez hülyeség. Na mindegy, mondom, nem értem ezeket a családvágokat, hagyjuk. Már kiderül. Ez valami nagy űrhajós volt. Gyertőc. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Tudtam, hogy Sam... Na, ugye Dade, ugye az Edie a négy. Na, Edie a Dade nagyanyánk. Odin a Dade, Dade nagyapánk. És akkor a nagypapánk jönnek, ugye? Jó, mindegy, kiderül majd, mindjárt kiderül. Annyira kavaros. Ugye kisgyerekként halt meg, és akkor ugye nagypapának hívja. Úgyhogy kicsit... Na, Kelvin. 50-től 61-ig, és ugye ő a nagypapája lenne, csak gyerekként ment elő is. Kavaros ez, nagyon kavaros, te. How I want to remember my brother, by Sam. Hogy akarok emlékezni a testvéremre? The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Hintázzunk, jó van. Oh. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Bacsárban mindenki meghalt. Always wanted to fly. Kármilyen mindig repülni akart, mert űrhajós akart lenni, igen. Sam, Kelvin, kész a vacsora, és mindjárt elszédülök. But that day, he finally made up his mind to do it. Ne. I told him going around was impossible. Körbe akart menni. Azt mondta nekem, maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the man picked up. And maybe he'd still be here.
még mindig itt lenne, hogyha más mondok neki. I think he'd already made up his mind. Ajaj. That's what I want to remember about. Miért nem mentél vacsorázni? Today he made up his mind fuck. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Calvin így halt meg. Elég morbid játék ez. Fasza. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Temetés után... Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Hát igen, nem akarták, hogy a szobába jöjjenek. Jöjjünk újra. Oké. Ezt a szobát is elkülönítették. Azt a mindenit, mi ez a ház, te? Durva dolog ez a ház. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been smaller hands and bellies. Átjárok nagyon szűkek voltak. Mintha nekünk lenne kitalálva. Most hol jöttünk ki? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Jó, ezt itt bezárt anya. Barbara. Barbara was a child star for 2 years. Oh, Barbara egy gyereksztár volt 2 évig, amíg Amerika ki nem nőtt belőle. Wow. Barbara. Ott van. 44-től 60-ig. Edie's father Odin built the original house. Igen, azt tudjuk, hogy Odin építette az eredeti házat, ami elsüllyedt, és jött Edie. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Igen, amikor kérdeznek a családunkról, Barbaráról kérdeznek a legtöbbet. Róla akarnak tudni a legtöbbet. Oké. Itt a lépcső, itt jöttünk fel, itt mentünk be. Molly szobája, ja igen. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Uh-huh. Ez a Molly szobája, be lehet kucskálni. De most melyik a kucskálsz be még egyszer? Hagyjad magad, és akkor ide így tudtunk bejönni, jó. Feljöttünk a lépcsőn, most eljövünk erre. Ez lesz a nagymama szobája. In Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Igen, festegetett, ezt tudjuk. Ez lesz a Gregory. Gregory még nem. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Gregory, hát az ő történetét nem ismertük meg, Gregoryét. Még Calviné az itt van. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Calvin az oké. Még Gregoryról nincs hír.
Menjünk Barbara szobájába. Hello. Ez az a kedvenc szobám. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara mindig gyereksztárként gondoltam. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Nem gondoltam bele, hogy milyen nehéz lehetett neki. Na. Ő hogy halt meg? All the stories people wrote about Barbara's death. I'm surprised Edie saved this one. Aha, sok mindent írtak Barbara haláláról. És Edie ezt az egyet tette el. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. A meglepő vége Barbara Finchnek. Gyereksztárként Barbara a sikításai miatt volt híres. Most már 16 éves, és már nem elég jó. De 1960-ban újra megtehette a híres sikítást. És ezt kellett a karrierjének, hogy beinduljon. De a sikítása nem jól öregedett. Nem volt jó a sikítás. Rick was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest... Bocs, Barbara apja Sven sikított ekkor át az előbb. Valami történt a kezével. Ja igen, Sven ugye elvágta a kezét. És ott Barbarának otthon kellett maradni a Walterrel. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... Aha. Egy csoport Halloween maszkos ember terrorizálja az házakat. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. Igen. Azért van bezárva a pince, mert az apja szeret izéket csinálni. Tekeri a zenedobozt. Aha, és egy kulcs kiugrik. Neki nem ugrott ki kulcs. Ugyan lemennek a pincébe, mert hangot hallottak. 20 perccel később Rick nem jött vissza. Szóval Barbara elment őt megkeresni. Igen. Csönd volt a házban. Ó, én megyek. A durva. Oké. Oké, ezt a filmet mindenki látta. Ezeket leütöm. Erre a jó zenére. Nem lehet. Hagyjátok már egy kicsit. Mi van?
A csapat vezetője a hírhetlen Hookman Killer, Dr. Carl Hammer, aki feldrabolta és megette a családját 10 évvel ezelőtt. Pont ezen az éjjel. Oké. Akkor már megvan éve a haverod, menjünk innen, jó? Tudom, hova kéne menni. Még csak ütögetni lehet, ahogy látom. Hogy nem erre kell jönni? De hogy nem, erre. Mozgott a ütő! Úristen! Rick! Rick! Csak meg akartam kieszteni, hogy jobb legyen a sikításod. Nem félek, Rick. Vagyis nem értem meg, hanem mérges lettem. Akkor négy mérges! Amit kapok tőled, az csak fájdalom és... Oké, okay, jó. Kidobta. De valamit megtartott tőle. Megtartotta a másik ilyen botját. Nézte a tévét, még akkor is fogta ezt a mankót. Órákkal később. Barbara. Walter, mi van odafent? Oké, okay, felmegyek. Ugye már Svennék nincsenek otthon. És a Walterre vigyázunk. És akkor azt hiszem most, hogy a Walter hülyéskedik. Na ez nem lesz hülyéskedés, mi? Walter. Őt még nem tudtuk, hogy hogy már. Jaj, a Kelvin halt meg, ugye? A hintában. Volt a Gregory, ez a Molly szobája. Vagy még a Molly szobájában volt a Walter? Na, de nem megyünk. Ja, itt van Walter, jó. Még a Walter szobája itt volt, jó. Walter eltűnt. De az ágyban lévő rádiója még működött. Van egy ember, aki... Aha. A kampós kezű. Balra megfordult. Látta a kampó kezű embert, és... Elállt a szava. Menj innen! Bezárta az ajtót. Kellett neki Barbara. Van egy másik út innen kifele? A könyv! Itt ez. Aznap éjszaka nagyon jól játszotta a szerepét. Molly szoba? Molly szoba? Ki az ablakon? Igen. Gondolkodott, hogy ott hagyja Walter, de nem tudta. Hát akkor... Leesett, meghalt! Nem mozgott a gonosz, de... Barbara még érezte, hogy nincs vége a sztorinak. Felem, nem lesz ott a holttest. De tudtam. Eltűnt a kampós kezű. Valaki csengetett. Whisper.
inside the house. Sütogást hallott, a házból jött. Úristen. Meglepték őt. Kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara. She had a taste for stardom, but unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Szóval akkor nem meglepetés volt, hanem valószínűleg tényleg megölték. A rendőrség Rickre kente. Barbarából nem találtak semmit, csak a fülét a zenedobozba. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Barbarát megölték mégis. Csak ő már úgy gondolta, hogy már mindegy. Walter pedig mindvégig az ágy alatt volt. Hát gyerekek, ez jó volt. Reméljük élveztétek. Most én így elhallgatok, ez jó rész volt. Köszönök mindent.